A napokban fejeződik be Mária Pucs város központjának felújítása, az egyházi programok mellett a három évente megrendezett pócsiak találkozójának is a felújított tér ad majd helyet. A rendezvényen a településről elszármazottak találkozhatnak újra, emellett egész nyáron koncertek és gyerekprogramok is várják a helyieket és a városba látogatókat. Erre programok végül is elkezdődtek, tehát három nagy koncerten vagyunk túl, és ahogy lehetőségünk van, egész évben szeretnénk koncerteket szervezni, hát anyagi kérdés elsősorban, de táborok már beindultak, tehát a gyerekeknek horgásztábor, zsiráftábor, képzőművészeti tábor, illetve, mint ahogy látjuk is, folyamatosan az új épületekben lelki foglalkozások vannak, és a kulturális programokat pedig folyamatosan szervezik, illetve megindultak május vége óta. A Mária Pucsi régi zarándokház és az új Emmanuel zarándok központ is egyaránt alkalmas gyermekek vendégül látására, ahol helyi, illetve iskolai csoportok, valamint rászoruló gyermekek táboroztatása is folyik a nyáron. Mária Pucs nemzetközileg ismert zarándokhely, ezért a szokásos búcsúink mellett az idén egy nagyon jelentős eseménnyel lezárul ez az évünk, amely azért különleges Mária Pucs életében, mert a második könnyezés 300. évfordulója ez a 2015-ös év, és a második könnyezés után vált kegyhelyé településünk. Ennek az időpontja 2015. augusztus 15-e, mely napprogramja jelen pillanatban még nem egészen fix, de az biztos, hogy nagyon sok egyházi és állami vezetőt fogunk vendégül látni, és a híveket is nagyon-nagyon sok szeretettel várjuk és invitáljuk erre a napra. A másik, ami nagyon fontos, és az elmúlt években hangsúlyt kapott a településünk és az intézményeink életébe, az a gyerekek táboroztatása. Ebben szerencsére nagyon jól együtt tudunk működni a település vezetőjével, Papp Bertalan polgármester úrral, ezért a pucsi pecások már évek óta nálunk táboroznak, illetve, ami számomra nagyon fontos, és tavaly kezdtük el ezt a fajta táboroztatást, és bízok benne, hogy az idén is tudjuk folytatni, a lakásotthonos gyerekek számára tudtunk jutalomtábort megvalósítani. 7 nap, 6 éjszakát tölthettek itt a gyerekek, és csak remélem, hogy az idén is sikerül őket vendégül látni, és igazából hagyományteremtő volt ez a tavalyi táboroztatás. A városban egy 300 fő befogadására alkalmas konferenciaközpont is épült, ahol egyházi és civil rendezvényeket is szerveznek majd.